Pár napja még azt mondtátok, hogy egymás közt fogjátok szétosztani a kampánypénzt, most mégis a kezedben van egy plakát, ami egy pályázatot népszerűsít. Mi ez a pályázat? Ez a Rózsa Sándor első népi kampánypénztékozló alap, ez a kétfarkú kutyapárt választásra kapott, kapandó kampánypénzének a szétosztására kiírt pályázatnak az elnevezése. És hát igen, magunk között akarjuk most is szétosztani, csak szeretnénk bővíteni a kört. Tehát kifelé akarjátok azt mutatni, minthogyha más is pályázhatna erre a pénzre, de valójában már megvan a helye a pénznek? Hát ezt sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem tudom egyelőre. Minden esetre érkeznek a pályázatok, tehát nagyon sokan elhiszik, hogy valóban ki fogjuk osztani ezt a kampánypénzt. Ha összegyűjtjük a megfelelő számú aláírásokat, akkor valóban lesz is rá lehetőségünk. Hát akkor próbáljunk még meg pár embert átverni, mi is ez a kampány. Illetve nem a kampány, hanem ez a pályázat. Témában nincsen megkötés, hogy milyen dolgokkal lehet pályázni, tehát bármilyen felújítással, beruházással, akkor applikációkkal, mobil applikációkkal, érzékenyítő kampánnyal, tehát elég sokféle ötlettel lehet pályázni. Négyféle pénzügyi kategória van, a 100 ezertől 1 millió, 1 és 5, 5 és 10 és 10 millió fölötti oligarha kategóriában várjuk a pályázatokat egyelőre, november 30-ig. Ez egy koncepciópályázat, rendkívül egyszerű, pontosan azért, hogy ne csak azok a szervezetek tudjanak pályázni rá, akik egyébként is sok pályázatot írnak, vagy próbálnak meg megnyerni, hanem magánszemélyek, vagy bármifajta magánszemély csoportok. Tehát, hogyha Mészáros Lőrinc szeretne pályázni, akkor akár mind a 600 millióra is pályázhatna egy az egybe? Igen, tehát más pártoknak, önkormányzatoknak vagy településeknek is van lehetőségük pályázni. Nagyon örülnénk neki, hogyha lennének olyan pártok, akik meg tudnak fogalmazni közösségi célokat, és benyújtanak hozzánk valamilyen pályázatot. Természetesen mindenkinek segítünk. Ha már Ajkán vagyunk, és azt mondtad, hogy önkormányzat pályázhat, akkor Ajka városa pályázhatna arra, hogy ledugózzák az erőmű kéményeit? Természetesen, sőt, felszólítjuk Ajka városát, hogy pályázzanak a város kéményének a ledugózására. Ez mindenképpen egy szép közösségi cél. Igazából ennyi a mi kritérium, hogy hasznos, szép és vicces legyen, amivel pályáznak, vagy lehetőleg ebből legalább kettő. A ledugózás az mindenképpen hasznos. Ha elég jól néz ki, akkor szép is lehet. Valami. Na de mi abban a vicces, hogy végre nem hullik a városlakokra a korom? Hát igen, ezt még ki kell találni az önkormányzatnak ahhoz, hogy eséllyel pályázzon a bedugózásra. Ezt nem ússzák meg, ebben nem tudunk segíteni. A kreatív ötleteket a pályázók maguk kell, hogy kitermeljék. Korrupció mennyire van jelen ebben a pályázatban? Hamarosan megjelenik majd azoknak a névsora, a bankszámlaszáma, akiket a pályázattal kapcsolatban le lehet fizetni. Egyelőre még belső harcok vannak a pártban, hogy kik legyenek ezek a személyek. Mészáros Lőrinc neve az előbb már szóba került. Lehet esetleg tudni, hogy ő már adott be pályázatot, vagy valamelyik hozzá kapcsolódó cégcsoport? Hát megnézzük, majd elküldöm a szerkesztőségbe az érzékeny személyes adatokkal együtt ezt az információt, most fejben nem tudom. Tehát akkor a személyes adatokat ti is olyan lazán kezelitek, mint a pszichiátrológusok? Igen, vannak országok, ahol már régen óriás plakáton hirdetjük azt, hogy kik pályáznak erre a pályázatra. Nem gondolom, hogy az, hogy ki hol lakik, mi a telefonszám, az a személyes adat egy ilyen dologban. Azt a 40 milliót már félretettétek, gondolom, akkor a büntetésre. Ennél sokkal többet vetettünk félre a büntetésre. Igen, ez még fontos, hogy ezekben a pályázatokban a kutyapárt önkormányzatként jár el, tehát olyan engedélyeket nem várunk az ötlet mellé, ami az önkormányzathoz kötődik. Természetesen mindenféle műszaki vagy életveszélyességi szempontokat azért jó, ha figyelembe veszük, tehát a kisbicskából épülő játszóteret azért gondolják meg a pályázók, hogy beadják-e az ötletként erre a forrásra. Thank you.